2021-ben az év agrárembere fiatal gazda kategóriáját a bátaszéki Kostyál Etelka nyerte el Magyarországon. A díjat 2004 óta ítélik oda annak, aki a mezőgazdaságban dolgozik, de mellette közéleti munkájával és társadalmi szerepvállalásával is segíti gazdatársait. Etelkát éppen ezek miatt jelölték a díjra. Nem számítottam rá, hogy megnyerem, ez nagyon nagy megtiszteltetésként ért. Nem elsősorban személyem miatt, hanem én úgy gondolom, hogy ez az egész csapatunk számára egy nagy elismerés. Nálunk a sógorom Schulz Péter, ő viszi teljes egészében a szántóföldi növénytermesztést, illetve a férjem Szilágyi Tibor pedig a szőlészeti kultúrába, a kertészetben tevékenykedik. Kostyál Etelka és családja remek példa lehet azoknak, akik tartanak a generációváltástól. Ők 2016-ban vették át a családi gazdaságot, és már több mint duplájára növelték a művelhető területeiket. Emellett Etelka a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei küldötte, a Fiatal Gazdakör alapítója és elnöke, valamint a Szekszárdi Gazdakör alelnöke. Vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, mindenki büszke lehet erre a Tolna megyei sikerre. Én azt gondolom, hogy ez a fiatal gazdadíj, ez azért fontos, hogy tényleg a jövő nemzedékének megmutassuk, egy kis példát tudjunk mutatni, hogy mi az, amit ahova lehet fejlődni, vagy mi az azok a lépések, amiket így a generációváltás kapcsán meg kellene tegyünk, hogy tényleg életképes és versenyképes mezőgazdaság maradjunk. A generációváltásra nem csak Magyarországon, hanem egész Európában szükség lenne. Éppen ezért a kamara igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy népszerűsítsék az agráriumot a fiatalok körében.